József, a Keresztény Demokrata Néppárt képviselő csoportjából. Parancsoljon, képviselő úr! Igen, tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, kedves képviselőtársaim! A történelem az nem mindig azokat a pillanatokat jegyzi csak meg, amikor valami pozitív, szép nagy dolog történik, hanem bizony azokat az időszakokat is mélyen bevési a történelem könyvbe, amikor valamilyen nagyon nagy nehézséget, bajt, katasztrófát kell elhárítani, megakadályozni. Magyarország az elmúlt esztendőkben azt az időszakot próbálja meg kivédeni és megoldani, egy új irányba terelni, amit a hosszú, előtte levő szocialista kormányzástól megörököltünk. De a bajt azt bőséggel tetézi az az európai válság is, és világválság is, amely elsősorban pénzügyi válságnak és gazdasági válságnak látszik, de nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy ennél sokkal súlyosabb bajról van szó. Egy olyan erkölcsi és morális válságról, amely a pénzügyi világ mozgatóit már régóta nem érdekli, és a pénzügyi világ mozgatóit régóta nem befolyásolja, hogy morálisan, erkölcsileg is odafigyelve és az emberek szempontjait figyelembe véve hozza meg a döntéseit. Éppen ezért is békeidőben bőséggel elegendő lenne a magyar költségvetésben egy vagy két nagyobb célt magunk elé tűzni, hogy ebben az esztendőben oldjuk meg. Most legalább 5 célt kell egyszerre párhuzamosan magunk elé tűzni, és ezek megoldásán dolgoznunk. Ezek közül a célok közül az egyik legsúlyosabb, az az idős generációt érinti, de talán még inkább azt a generációt, akik most készülnek nyugdíjba menni. Éppen ezért kell befejeznünk az idei esztendőben a nyugdíjrendszer átalakítását, vagyis megoldani azt a helyzetet, hogy végre a nyugdíjkasszába befizetett összegek azok nyugdíj kifizetésére fordítódjanak, és nem másra. Végre tudjuk azt, hogy akkor, amikor levonják tőlünk a nyugdíjjárulékot, és azt befizetjük, akkor biztosak lehessünk abban, hogy az nem egyéb dolgokra költődik el, hanem abból nyugdíjat fizet az állam. A másik ilyen terület, amely hosszú évtizedek óta súlyos válságban, gondban van, az pedig az egészségügyi rendszerünk. Erre is bőséggel rossz példát szolgáltatott a 8 esztendős szocialista kormányzás, és a tavaly elkezdett átalakítás az idei esztendőben reményeink szerint és a költségvetés jelen látható számai szerint tovább folytatódik. Az egészségügyben is a saját lábra állítás a feladatunk, vagyis meg kell valósítanunk azt, hogy végre az egészségügyi befizetések elegendőek legyenek az egészségügyi szolgáltatásokra, a gyógyszerkassa elegendő legyen arra a gyógyszerkiadásra, amelyet az állami költségvetés ebből tud finanszírozni. Szeretnénk a harmadik, leginkább kézzelfogható és mindenki számára otthon is érzékelhető a munkát támogató adórendszer kiépítését folytatni. Ez a gondolkodásmód, én tudom, hogy sok esetben nem találkozik ellenzéki képviselő társaim gondolkodásával, hiszen itt egy olyan filozófia áll a történet mögött, hogy sokkal inkább a fogyasztást kell megadóztatni, mint sem a munkát. Ennek az aránya az pozitív értelemben sokkal inkább a munka mellé kell, hogy essen, vagyis sokkal kevesebb adót kelljen fizetni a munka után, és az állam bevételeit sokkal inkább a fogyasztási adókból teremtse elő. Ez az arányos adózás általánossá tétele és a kiskapuk bezárása, az adócsalók szigorú és kemény megbüntetése nem várathat tovább magára. Természetesen
És ez is jól látszik a mostani költségvetésből, úgy kell mindezt megteremteni és létrehozni, hogy nem érhet senkit sem veszteség. Nem véletlen, hogy a tervek között pontosan az is ott szerepel, hogy a minimálbért följebb kell emelni, és azt a minimális jövedelmet biztosítani kell minden munkából megélni szándékozó családnak, amely az élet feltételeit biztosítani tudja a számukra. A negyedik ilyen cél, amely szintén kevés kritikát kap, azt gondolom, ellenzéki körből is, ezt örömmel is tapasztalom, hogy erre olyan nagyon nem hallom a felszólalásokban a kritikát, hogy a segély helyett munkát kell adnunk az embereknek. Az a lehetetlen állapot, hogy Magyarországon több mint 500 000 ember jövedelempótló támogatásból, magyarul segélyből tengeti az életét, egy lehetetlen állapot. Éppen ezért is én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon helyes cél, hogy legalább 200 000 legyenek az év végére azok, akik nem jövedelempótló támogatásból, hanem munkából kaphatnak jövedelmet. Az euróválság negatív hatásainak kivédése az ötödik olyan célja a magyar költségvetésnek, amelyet meg kell valósítanunk. Ez önmagában is bőséges feladatot adna a magyar kormánynak és a parlamentnek, de úgy gondolom, hogy valóban ezzel az előbb említett néggyel együtt van szükségünk most megfogalmazni a feladatainkat. A családok oldaláról nézve a költségvetés jelenlegi állapotát azt állapíthatjuk meg, hogy ami a családok számára az egyik legfontosabb dolog, az mindenképpen tartalmazza ez a költségvetés, mégpedig azt, családok azt szeretnék, minden családfő azt szeretné, ha a családját biztonságban tudhatná. Mi kell ehhez? Az kell hozzá, hogy biztos legyen abban, hogy a jövedelméből levont nyugdíjjárulék, egészségügyi járulék olyan helyre kerül, ahonnan azt ő valamikor, amikor arra kerül a sor, az élete oda ér, akkor ő azt ott biztonsággal visszakaphassa, legyen az akár nyugdíj, akár egészségügyi ellátás. Éppen ezért az egyik legbiztonságot adó intézkedés az előbb említett két célnak a megvalósítása. De ugyanígy mondhatjuk a gyermeknevelés elismerését is, amely szerencsére az idei költségvetésben továbbra is ott szerepel. Ott szerepel továbbra is az a lehetőség, hogy mindazok, akik gyermeket nevelnek és munkából kapnak jövedelmet, a munkájuk lényegesen kevesebb, munkájukból lényegesen kevesebb adót kell befizetniük abban az esetben, hogyha gyermekeket nevelnek. Ma Magyarországon, ha így marad a születésszám, ahogy jelenleg áll, akkor a század végére 5,2 milliónyian leszünk. Ha így marad ez az állapot, akkor a század végére alig lesz olyan életkorú ember Magyarországon, akik munkájukkal megtermelik az idősek számára a nyugdíjat. Éppen ezért a gyermeknevelés elismerésének, az adózásban történő elismerésének a további fejlesztésére van szükség majd a jövőben. Az idei esztendőben nagyon markánsan és a tavalyihoz képest is, tavalyihoz hasonlóan találhatjuk meg ezt a lehetőséget. Az idei esztendőben 500 milliárd az az összeg, amely a családok zsebében maradhatott ennek az új adózási rendnek a következtében. A családok nem segélyre vágynak, hanem megélhetésre, és minden család biztos abban, hogy ezt a megélhetést nem a segélyből szeretné megkapni, hanem a munkából. Az emberhez méltó tevékenység, a munka biztosítása pedig az állam feladata. Éppen ezért is üdvözlendő a Start munkaprogram, amely már az idei esztendőben elindulva a jövő évben is sokaknak adhat
becsületes, tisztességes munkából jövedelmet, és emberi méltóságuknak azt az elismerését, hogy nem az otthoni várakozásnak a díjazásaként kapják a segélyt, hanem a lakóhelyüknek, a lakóterületüknek, településüknek a gazdagításáért, az ott végzett munkáért kaphatnak tisztességes jövedelmet. A segély mindig a bizonytalan jövőt jelenti. Éppen ezért is kell erősítenünk azt a lehetőséget, hogy sokkal inkább a munka legyen ezeknek az embereknek a biztonságot adó jövőképük. Tisztelt Országgyűlés, én nagy-nagy örömmel üdvözlöm azt a gondolkodásmódot, amely a következő időszakban tovább emeli azoknak a területeknek az adóját, amelyek a normális élethez egyáltalán nem kellenek. Éppen ezért is a játékadó, az alkohol további jövedéki adójának az emelése, azt gondolom, hogy segíthet bennünket abban, hogy ha már valaki mindenképpen ide akarja szórni a pénzét, akkor abból a köz minél jobban kaphasson vissza. Ennek a fogyasztási adók ezen területének a változtatásával és emelésével azt gondolom mindannyian egyetérthetünk. Tisztelt Országgyűlés, gondolkodásmódunk megváltoztatására van szükség, látható a ellenzéki képviselőtársaim felszólalásából is, hogy folyamatosan csak a régi biciklit tudják tekerni, a régi Vertli hallatszik, ehelyett egy egész másfajta új gondolkodásmódra van szükség, és én azt kérem és arra biztatom képviselőtársaimat, hogy bátran ismerkedjenek ezzel az új gondolkodási móddal, mégpedig azzal, hogy a világot más alapokra kell felépíteni, egészen más gondolkodásra van szükségünk, sokkal inkább az erkölcsi, morális világból kell keresnünk azokat a fogódzókat, amelyekre a jövőnket építhetjük, és ahhoz kell alakítanunk a költségvetésünket is, ennek az esztendőnek a költségvetését is. Az én számomra ez látszik ebből a mostani törvénytervezetből. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!